Danfoss Elektronikus Akadémia beszabályzó szerepek kiválasztása téma lesz a mai anyagunk, ami egy nagyon széles spektrumot fog át, de egy ilyen gyakorlati előadást szeretnék tartani, hogy egy kicsit megmutatva itt a backstage t hogy mondani szokták, tehát hogy mi is, amit használunk, vagy ahogy dolgozunk a napi munkánk során, abból szeretnénk egy kis bemutatót tartani, illetve ezeket a segédleteket, amik mi is használunk, ezeket szeretnénk megosztani önökkel veletek, úgyhogy remélem, hogy valami érdekes, vagy szimpatikus dolog, vagy esetleg újdonság lesz, és lesz majd lehetőség arra, hogy ezeket önök is, ti is igényeljétek és használjátok. Kezdjünk is akkor bele. Oké. Okay. Először is, hogy hogyan válaszunk ilyen beszabályzó szerepeket. Az elsősorban ugye az határ meg, hogy milyen fajta beszabályzó szerepeket alkalmazunk. Elsősorban ugye ez az határozza meg, hogy, hogy milyen épületet tervezünk, vagy milyen rendszert alakítunk ki a hűtő-fűtő rendszer számára. Itt is számtalan variációs lehetőség kínálkozik. Ezért, hogy valamennyire összefogjuk ezt a témát, néhány évvel ezelőtt megírtunk, összeállítottunk egy úgynevezett hivakatalógust, ami, ami a leggyakoribb alkalmazásokra nyújt segítséget, vagy iránymutatást, hogy mik azok a hivak, kapcsolások, vagy, vagy rendszer koncepciók, amiket leggyakrabban alkalmazunk, használunk a, a gyakorlatban, és ezek milyen komponensekből épülnek fel, és ahhoz mi mi az, amit ö, hozzá tudunk adni, és akkor ezzel kapcsolatban mik azok a szempontok vagy, vagy méretezési megoldások, amivel ezeket a komponenseket, szabályzó szerepeket ki tudjuk választani. Én nagyon szeretem ezt a kiadványt, és akikkel eddig beszélgettem, tervezők, kivitelezők szintén megerősítettek abban, hogy jó ezt látni így összefogva egy csokorban ebben a, ebben a gyűjteményben. Ugyanis megtalálhatóak benne azok az alapvető kapcsolási rajzok, amit akár irodai épületekben, kereskedelmi épületekben, akár lakóépületekben használunk és alkalmazunk. Ezen túl különféle keverő kapcsolások bemutatása is megtalálható, azok komponenseinek kiválasztási javaslatai, de ugyanígy találunk légkezelő alkalmazásokhoz, illetve hőtermelő oldalra, akár folyadékhűtő, hőszivattyú vagy kazán Kapcsolások kialakításához ajánlásokat, és nagyon fontos, hogy az ivóvízhálózat méretezése során felmerülő cirkulációs hámvés rendszerekhez is javaslunk megoldásokat, illetve ezen megoldásokban alkalmazott szerelvények kiválasztását mutatjuk meg. Egyszor, mint száz Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a kis kiadványunkat, akinek még nincs az igényelhet tőlünk ilyen katalógust. Ez a katalógus, hogyha belelapozunk, úgy épül fel, hogy ahogy említettem, különféle kapcsolási rajzokat mutatunk be, alkalmazási csoportokba gyűjtve, amiben is megmutatjuk, hogy milyen, milyen kiválasztási szempontok vannak, illetve az adott alkalmazásnak milyen előnyei és hátrányai vannak, ami beruházási költség, üzemeltetés, tervezés és maga a, a jósági fok függvényében. És ö, bizony nem rejtjük alá a véleményünket, ezeket az ismert és alkalmazott kapcsolási rajzokat mi magunk is ö, osztályozzuk, értékeljük, és lesznek benne olyanok, amiket itt a kis ö, kéz mutat, hogy, hogy like javasoljuk, ajánljuk, mert úgy gondoljuk mi is, hogy ez egy jó műszaki megoldást eredményez. Vannak olyanok, amelyek benne vannak a, a gyakorlatban, a mindennapi életben. Látjuk ezeket, mai napig szerelik, használják. Bizonyos kompromisszumokat kötve elfogadhatónak tartunk, és bizony vannak benne olyan alkalmazási példák, amik gyakorlatban megjelennek, mai napig szerelnek, kialakítanak terveznek is ilyen házakat, de mi Danfossnál úgy gondoljuk, hogy, hogy ennél lenne jobb megoldás is az adott feladathoz, és ezeket a, ezeket a használt, de általunk nem javasolt rendszereket pedig egy ilyen lefele mutató kis újacskával mutatjuk, hogy, hogy ezt nem ajánljuk, és nyilván kifejtjük, hogy milyennek az oka. Tehát azt gondolom, hogy ez a kis kiadvány nagyon sokrétű és, és hasznos dolog lehet jó. Tehát, még egyszer, aki ilyet szeretne, akkor nagyon szívesen biztosítjuk számára, csak jelezze felénk. A beszabályozó vagy szabályozó szerepek kiválasztása során igazából négy olyan fő terület van, amit amit érinteni fogunk a mai napon ebben a kis előadásban. Nehézségi fogban, vagy hogy mondjam, a, a kiválasztás bonyolultságának ö, sorrendjében tettem ezeket a, ezeket a különféle szabályzó szelep csoportokat egymás után. És itt ö, gyorsan tartanék is egy ilyen kis útbaigazítást, aki kevésbé mozog angol száz területen, hogy ő is értse. Ezeket a hosszú megnevezéseket, ezeknek a különféle szabályzó, beszabályzó szelep konstrukcióknak a megnevezését, én rövid angol mozaik szavakkal szoktunk jellemezni, aminek az ismertetését itt látjuk a képen, tehát a PICV, mint nyomásfüggetlen szabályzó szelepek, az ABV, mint nyomáskülönbség szabályzó szelep, vagy Automatic Balancing Valve, a hagyományos statikus beszabályzó szelepeket MBV-vel jelöljük, és így hivatkozunk rá. És végül a motoros szabályzó szelepek, azok a hagyományos értelemben vett átmeneti vagy, vagy kétutú háromjáratú szelepek, pedig az MCV megnevezést fogják kapni, és így fogunk rá hivatkozni akár az említett hivakatalógusban, akár most az előadás során. Ezeknek a szabályozó szerepeknek a kiválasztásához mi magunk, itt a, a házon belül, egy kis, egyszerűen használható szoftvert írtunk, amelyek Excel alapon működnek, és majd látni fogjuk, hogy milyen könnyű ezekkel dolgozni. A nyomásfüggetlen szabályozó szerepek az ABQM szelepeink kiválasztása talán a, az egyik legegyszerűbb feladat a tervezés során, hiszen ezek automatikus, nyomásfüggetlen szabályzó szelepek. A végpontokhoz tudjuk őket alkalmazni, legyen szó akár fenkolyról, akár valamilyen mennyezeti hűtő-fűtőpanelről, lehet hűtőgerenda, felületfűtési panel, amelyik, amelyik éppen az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő és választod. Lényeg az, hogy ezek végponti térfogatárom szabályzó szerepekként működnek, tehát amikor ezeket alkalmazzuk, akkor a hálózat többi részébe partner szerep vagy, vagy főköri beszabályzó szerepre igazából hidraulikailag nincsen szükség, ezeknek a beépítése esetén csak csak egy kontroll célt szolgálnak. Azt is szoktuk javasolni, hogy amikor ezek rendszerek beszabályozásra kerülnek, akkor a partner szerepeket teljesen nyitott állásba tegyük, hogy csökkentsük vele a szivattyúnak a szükséges emelőmagasságát. És akkor itt a, a munkát igazából ezek a végponti térfogatállom szabályozó szerepek végzik. Minden egyes berendezés, ahogy említettem, a végpontokon, vagy akár, a, a értsük, a, a légkezelőket is beépítésre kerül, ezek kiválasztása térfogatára alapján történik. következő ilyen szabályzó szelep kategória, ezek a nyomáskülönbség szabályzó szelepek. Nagyon gyakran találkozunk ezekkel, ugyanis mai napig egy jó bevált hidraulikai kiegyensúlyozást biztosítanak. Ennél a alkalmazási típusnál az a koncepció, hogy valamilyen fogyasztó csoportokat alakítunk ki, jellemzően a felszállók lecsatlakozási pontjánál, most ez akár vízszintes, akár függőlegesen történik, tehát valamiféle szabályzó szelepet kapnak a hőleadók, itt szintén fenkolt és rendet látunk, és akkor ezek a fogyasztók csokorba összegyűjtve kapnak egy nyomáskülönbség szabályzó és térfogatáram korlátozó szelepát, és ezek a szelepek, az adott hurkon belül biztosítják az állandó működési feltételeket, állandó nyomáskülönbséget tartanak fent, és akkor lehetővé válik az, hogy ezek a, ezek a végponti szabályzó-beszabályzó szelepek mindig a tervezett munkaponton tudjanak dolgozni, az autoritásukat nagyjából állandó értéken tartjuk ezekkel a nyomáskülönbség szabályozó szerepekkel. Azért az fontos elmondani, hogy ezeket a hurkokat minél hosszabbra hagyjuk, vagy más szóval minél több fogyasztót teszünk be ebbe a szabályozott körbe, minél hosszabb alapvezeték hálózaton keresztül csatlakoznak a, az egyes hőleadók a nyomáskülönbség szabályozó szakaszhoz, annál inkább hajlamos a változásokra a rendszer. Tehát törekedni kell arra, hogy ezek a nyomáskörömség szabályzó szerepek lehetőleg minél kisebb fogyasztói csoportokat lássanak el, vagy minél több olyan hurkot alakítsunk ki, ahol ezek a, ezek a végponti elemek kézben vannak tartva. Statikus szerepek mai napig megvan a létjogosultságuk, mind a változó térfogatáramú rendszerekben, illetve időnként valami technológia miatt állandó térfogatáramú rendszereket is tervezünk. Ott kimondott hangsúlyt kapnak ezek a statikus szelepek, de jellemzően, ahogy mondtam, az első két beszabályzó szelep csoportnál törekedünk arra, hogy a végpontok felé vigyük el a, a hálózat kiegyensúlyozását, így ezek a statikus szelepek jellemzően ezekben a mai korszerű változó térfogatáramú rendszerekben inkább egy ilyen kontroll, ellenőrző funkciót kapnak annak érdekében, hogy a, a rendszer háramlási viszonyait, illetve a hálózat egyes pontjain ellenőrző mérés céljából tudjunk végezni diagnosztikai feladatokat. Nagyobb méretekben érdemes megfontolni a, a beszabályzó szerepek alkalmazása helyett, amennyiben csak a, az ellenőrzés a cél mérőperemek alkalmazását megfontolhatjuk. Árban jelentősen kedvezőbb beépítési méretük töredéke ezeknek a statikus beszabályzó szerepeknek, de természetesen nem minden esetben lehet ezeknek a, az elhagyása vagy kiváltása a mérőperemre. És végül a motoros szabályzó szerepeket hagytam a végére. Ezek kiválasztása sem túl bonyolult feladat, erre is csináltunk egy kis segéletet, mindjárt látni fogjuk, hogy hogy működik, szintén egy Excel alapú kis alkalmazás, amikor is kiválasztjuk ezeknek a szelepeknek a kávéértékét, és a érték alapján történik meg ezeknek a szelepeknek a a beépítés, az alkalmazása. Sokszor kérdezik a kivitelező kollégák, hogy, hogy miért van az, hogy az adott csővezeték hálózatban egy vagy akár két mérettel is kisebb szabályzó szerepet tervez be a tervező kollega, vagy akár mi is ajánlunk, és akkor ez mindig egy ilyen piros lámpaként gyullad meg a kivitelezők fejében, és azonnal aggodalommal néznek erre, de látni fogjuk majd, illetve a kiválasztási eszközeinket használva, hogy ez teljesen általánosan előforduló eset. Ugyanis a szabályzó szerepek kiválasztása az nem csőméret alapján történik, hanem kávérték alapján, és ahhoz, hogy ezek a szabályzó szelepek megfelelő jósági fokkal, vagy más néven autoritással működjenek, ezért Relatíve, de nagy nyomás különbség igénye van, vagy nagy nyomás különbséget kell ezeken a szerepeken ejteni, ahhoz, hogy jól működjenek. És érdekesség az, hogy minél nagyobb a, a hurok, ahol ahol ez a szabályzó szerep dolgozik, a hidraulikai kör, annál nagyobb ellenállást kell a szabályzó szerepen ejtenünk annak érdekében, hogy, hogy jó autoritású szelepünk legyen, és ilyenkor fordul elő az, főleg nagyobb rendszereknél, hogy, hogy akár két dimenzióval is kisebb szelep kell, mint a, mint a csővezeték hálózat mérete. Az egyszerű Excel kiválasztó szoftverek, amit majd mindjárt látni fogunk mellett, természetesen nem mindig ilyen egyszerű a helyzetünk, nekünk sem. Amikor egy nagyobb kiterjedésű rendszert kell modelleznünk vagy méreteznünk, akkor ezek az egyszerű kiválasztó eszközök már nem használhatóak megfelelően, ezért egy úgynevezett Danfoss-Set nevű hidraulikai méretező programot használunk. Ez egy nagyon attraktív és szerintem jól használható kis szoftver, amit szintén lehetőség van megigényelni tőlünk. Ez a koncepcióját tekintve nagyon hasonló, mint amikor egy AutoCAD szoftverben dolgozunk, és függőleges csőtervet készítünk el. Itt is úgy kell eljárnunk, hogy különféle hőleadókat jelenítünk meg a rajzban. Ezeket csővezeték hálózatokkal összekötjük, illetve megfelelő szabályzó szerepeket választunk hozzá. Majd a szoftvert futtatva elvégzi nekünk a csőhálózat méretezését, a szabályzó szelepek kiválasztását, és meg is adja nekünk ez a szoftver a beállítási értékeket. Ez rendkívül hasznos, hiszen nagyobb rendszereknél el is várják tőlünk a, a kivitelezők, a, a beruházók, hogy egy beszabályozási tervet adjunk a rendszer mellé, amikor is ők ő, ezeket a megfelelő beállításokat el tudják végezni. Ennek a szoftvernek a nagy előnye az, a, a többi más hasonló szoftverhez képest, hogy négy csöves rendszerben tud dolgozni, ami azt jelenti, hogy egy eh, rajzon egy, eh, dokumentáción belül csak egy rajzot kell használnunk, ezen megjeleníthető a hűtési-fűtési rendszer párhuzamosan egymással. Ami még rendkívül jó benne, hogy ez nem egy statikus rajz, hanem, hogy említettem, a szoftver végzi ennek a, ennek a csőhálózatnak, illetve a szelepek méretezését, kiválasztását. Tehát, hogyha a kivitelezés közben bármiféle változásra merül fel igény, akár csővezeték, anyagváltás történik, vagy vagy változtatás, ezt nagyon gyorsan le lehet követni, és a szoftver természetesen a, 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 aktualizálja a méretezést, és azonnal updateeli a rajzunkat, amit bármikor tudunk DVG formátumban, vagy, vagy bármilyen nyomtatási felülettel a, a kiadni. Még egy nagyon hasznos dolog, hogy a tervből lehetőség van anyagjegyzék nyomtatására is. Tehát nem csak a beépített szelepek mérete beállítása gyűjthető le, nyilván darabszámmal együtt, hanem bármi olyan elem, ami a rajzon megjelentésre került. Ki tudunk gyűjteni elzárókat, szűrőket, és egyéb szelepeket is. Ugyanakkor a csővezeték hálózat elemeit, csövek, könyök, idomok, egyéb szerelvényeket is le tudunk válogatni, és ez nagy segítség mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek. És ahogy mondtam, bármi változás van, ezt egy kattintással lehet frissíteni és módosítani. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a, ezt a programot, és, és nagyon sokat is dolgozom vele, nagyon nagy segítség jelent számunkra. Még egy hasznos info: hogy lehetőség van teljes tervdokumentációt felépíteni ebből a szoftverből. Tehát nem csak ilyen függőleges csőterv nézetre van lehetőség, hanem alaprajz beimportálásával alaprajzi nézetben is tudunk dolgozni, és a tervel össze lehet kötni ezt a két nézetet. Tehát, hogyha valami módosítást végzünk az egyik táblapon, akkor az automatikusan átkerül a másikra, feliratokkal és minden változással együtt. Úgyhogy ez egy nagyon komplex dolog. És lehetőség van arra is, hogy egy ilyen Axonometrikus vizualizációt is megjelenítsen, ami nyilván nem egyezik meg egy mai BIM modellel, vagy egy 3D-s tervel, tehát ütközés vizsgálatot nem tud csinálni, de mondjuk egy kiterjedt hálózatnál, vagy egy, vagy egy zsúfolt gépházi kialakításnál talán segítségére van a. A szerelőknek, hogy melyik csővezeték pontosan hol halad, milyen pozícióban. A bemutatott anyagokat akár tőlem is lehet igényelni, vagy a központi e-mail címünkre küldött megkeresésben is, bárki számára ezt szívesen biztosítjuk. És akkor most nézzük meg azt, hogy miről is beszéltünk eddig. Megpróbálok kapcsolni egy ilyen kiválasztó programra. Bízom benne, hogy ez látszik mindenki számára. Úgyhogy ez a nyomásfüggetlen szelepek, vagy az ABQM-eknek a kiválasztó kis szoftvere. Itt látjuk az Excel táblázatunkat, amit említettem. Lényegében az összes többi kiválasztó program ennek, vagy ehhez hasonlóan épül fel, és kell használni. Látunk sárga, illetve fehér részeket a rajzban, meg szürkét is, igen, amikor is arra kell figyelnünk, hogy mindig csak a sárga cellákba írjunk be. Tehát itt legfelül lehetőség van arra, hogy megadjuk a a projektünket, vagy a, vagy a kiválasztási feladatot, hogyha sok ilyet csinálunk egy célszerű bevinni, hogy később nyomon követhető legyen. E, illetve lehet e, különféle kiválasztási szempontokat megadni a kis szoftverünknek. Itt látjuk, hogy például a szelepünk külső vagy belső menetes kialakítású legyen. E, milyen előbeállítási értékkel dolgozzon. Az, hogy száz százalékig vagy a fölött történik, ez arra utal, hogy, hogy, vannak olyan szelepeink, amiknél lehetőség van száz fölötti beállításra is, ezért van ez a kis opció. Hogy milyen kiválasztás legyen, teljesítmény, hőlépcső vagy térfogatáram alapján, az szintén itt tudjuk változtatni erre a kis checkboxra kattintva. Mértékegységet tudunk váltani, liter per szekundum, liter per óra, köbméter per óra, illetve hogyha valamiféle tiszta víztől eltérő közegünk van, valamiféle fagyáló, akkor lehetőség van arra, hogy a szoftver kompenzálja a fizikai paraméterek változásán. Nézzünk meg egy ilyen kiválasztást. Lehetőség van szelep azonosítót beírni. Itt jellemzően én helységszámot szoktam megadni. Csőméretet lehet megadni, illetve a hőleadó vagy a helység fűtési-hűtési hőigényét. Ide be tudunk írni egy tetszőleges számot, illetve megadhatjuk, hogy hány darab szerepre van szükségünk. És ahogy említettem, a sárga mezőbe beírt adatok alapján, és programunk már is számolni kezd, itt jelen esetben teljesítmény és hőlépcső alapján történik egy térfogatáram kiválasztás, és ez alapján a szoftverünk javasol nekünk egy Szelep, beállít, szelep méretet, és és utána egy szelep típus megnevezést ad, illetve rendelési szám is a szükséges előbeállítási értéket megadja. Amennyiben nekünk ez bármi szempontból nem megfelelő, akkor lehetőség van arra, hogy manuálisan felülbírjáljuk a, a program által ké, javasolt szelepméretet, méretet, itt ebből a kis legördülő menüből tudjuk ezt megtenni. Tehát itt tartalmazza az összes lehetséges szerep kombinációt, ami elérhető ebben, a, ebben az ABQM sorozatban, és ennek függvényében változtathatunk. Jelen példában ugye egy nagyon pici szerepméret adódott ki, és én most szándékosan egyel nagyobbat az úgynevezett normál flow kivitelre állítottam. Hogyha valami nem megfelelően történik, vagy nem voltam figyelmes, akkor a program ad nekünk egy utasítást. Itt látszik, sárgára változott az előbb beállítása szerepnek, hiszen a minimális beállítási értéket mi 10%-ra javasoljuk, ezért, ezért itt jelzi nekünk, hogy ez nem jó ez a kiválasztás, úgyhogy vissza kell, bocsánat, vissza kell mennünk az eredetileg javasolt méretre. De tehetünk egy olyat is, hogy most beírunk egy nagyobb teljesítményt. Ahol is ö, nagyobb vízmennyiség adódik, itt tudjuk ezt megnézni, hogy, hogy változtathatunk mondjuk szelepméretet, és akkor ö, látjuk, hogy hogyan alakul a a program által kiválasztott beállítási érték, és itt is látszik, hogy ez nem megfelelő, és jelzi nekünk egy kis sárga színű figyelmeztetés, hogy az eredetileg ajánlott szerepet kellene alkalmaznunk. Jó, szóval ha ezeket szépen feltöltjük, és összesítjük a, a, a szerepkiválasztást helységenként vagy hőleadónként, akkor lesz egy viszonylag hosszú listánk. Jól emlékszem, ezt a kiválasztó programot száz sorban limitáltuk, hogy ne legyen túl hosszú, amíg ez a méretezés lefut. Hogyha ennél több szerep kiválasztására van szükség, akkor én azt szoktam csinálni, hogy, hogy elmentem másként, és akkor folytatom a kiválasztást egy új fájban. Ha elkészültünk, lehetőség van arra, hogy átváltunk egy másik munkalapra, amikor is egy úgynevezett nyomtatási képhez jutunk. Ezt lehet klasszul használni a dokumentációkban, ugyanis itt összesíti nekünk, hogy az adott szelep méretből hány darabra van szükségünk, milyen Tartozékok kellenek hozzá, és természetesen szelepmozgató motorokat is összegyűjti. Ezt elfelejtettem mutatni, hogy ez a kiválasztása hogy történik. Itt a képernyőn jobbra kell gorulnunk a kis csúszkánkkal, és a jobb szélén találjuk meg a szelepmozgató motor kiválasztási opciókat. Jellemzően működtető feszültség alapján választhatunk 230 vagy 24 voltos kivitelt, a szerepfutási időre vonatkozóan is lehet módosítani. Időnként felmerül a tűzvédelmi szempontokból, hogy valamiféle speciális kábelezést használjunk. Elég sok kivitel van ezekből a csatlakoztatható szelepmozgatókból vannak olyanok, amelyik halogénmentes elektromos kábellel rendelhetőek, ezt is ki lehet választani. Illetve szelepcsaládok vagy szelepmozgató családokból is tudunk előválasztást adni, hogy egyszerű on-off szabályozást fogunk használni, ahhoz rendelkezésre áll termoelektromos mozgató vagy fogaskerék motor, illetve lehet három pont, illetve analóg helyzetvezérelt 0-10 voltos motort választanunk. Ott is opcióként felszokott merülni igény arra, hogy valamiféle biztonsági funkcióval rendelkezzen, tehát rugó visszatérítés és kivitelt is megjelölhetünk. De ami a legjobb, hogy a korszerű buszkommunikációval működő épületfelületi rendszerekhez is tudunk motort választani, ez pedig a Novokon termék érhető el. Jó, tehát ezeket kiválasztottuk a motorokat, akkor itt hozza nekünk szépen az összesítő listába, és a, a lap alján vagy a képernyő alján pedig kapunk egy kivonatot, amikor is a szelep pozíciók, méretek, beállítási értékek láthatóak. Igény esetén árakat is lehet engedélyezni neki, hogy mutasson, vagy nem. Ha ezt tovább szeretnénk szerkeszteni, vagy beilleszteni bármi dokumentációba, akkor célszerű ezt kimásolni innen, tehát Export to Excel gombra kattintva, ezután a szabadon szerkeszthető ettől a szoftvertől függetlenül. Szerintem ez nagyon magától értetődő, egyszerű kis alkalmazás ha mégis menet közben bárkinek kérdése lenne, vagy használat közben felmerül bármi, akkor, akkor jelezze felénk. Még egy dolgot nem mutattam, hogy van itt egy ilyen kis eldugott gombocskánk, amire, hogyha rámegyünk, akkor a, ahogy az előbb láttuk, a, a színekkel jelölt üzeneteket tudjuk értelmezni. Itt van egy kis magyarázat, hogy mit jelentenek, hogyha piros, Larancsárga vagy sárga színnel kapunk egy cellának valamiféle üzenetet. Jó, ebben a, ebben a kis előhívó gombbal meg tudjuk ezeket nézni. Oké, okay. menjünk tovább a nyomáskülönbség szabályozókra. Ez az. Ahogy az elején már beszéltünk róla, ezek az úgynevezett ABV-k vagy, vagy ASV családba tartozó szelepek. Itt látszik is egy kis magyarázó ábra a kiválasztó program tetején. Tehát itt látszik, hogy ezeket a nyomáskülönbség szabályzókat mindig a visszatérő ágba kell beépítenünk, a membránműves szelepek mindig a visszatérő ágba kerülnek, majd a hozzájuk csatlakozott impulzus csövön keresztül és a partner szerep Segítségével lehet az előre menő ágból ezt a nyomásjelet bevezetni a szelep membránterének felső részére, és akkor, hogy ezek összeköttetésben vannak, akkor szépen tud működni a különbségszabályzó. Már csak jó kell őket kiválasztanunk. Itt is be lehet adni egy azonosítót a kiválasztásunkhoz, illetve az előbb látott módon hasonlóan lehet beállítani, a kis kiválasztónkat. Itt két érdekes dolog jelenik meg, ami az előbb nem volt látható, hogy kisebb vagy nagyobb nyomás különbség tartományra választja a szelepeket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha van átfedés kétfajta szelep rugóerő között, akkor, akkor melyiket alkalmazza a kisebbet vagy a nagyobbat, mind a kettő megfelelő lesz. Talán a nagyobb delta P tartomány az, ami gyakorlatban célszerű választás, hiszen hogyha bármi miatt a, a méretezés meg a megvalósulás egy picit eltér egymástól, akkor a nagyobb nyomáskülönbség tartományban dolgozó szerepnél van arra lehetőség, hogy megnöveljük a szabályzott kör nyomáskülönbség beállításán. Hogyha egyébként elárulok egy titkot, ha bármi miatt még ez sem segítene a helyzetünkön, akkor a a szelepek utólag beépített állapotában lehet rugót cserélni a szelep belsejében, ürítés vagy, vagy szétszerelés nélkül, és ezzel a rugó cserével tovább növelhető a szerepeknek a nyomáskülönbség szabályozó tartománya. A legtöbb ilyen nyomáskülönbség szabályozó szelep, meg a partner szerephez hőszigetelő burkolatot adunk ezt is lehet választani, hogy szeretnénk-e ilyet kérni, vagy sem, illetve a kialakítás megint lehetővé tesz választási lehetőséget, hogy külső vagy belső menetest használjunk. A kiválasztásnál szintén térfogatáram vagy, vagy teljesítmény hőlépcső alapján történhet, illetve szintén van lehetőség a közegeknél figyelembe venni valamilyen hűtő közeg alkalmazást szintén sárga jelű vagy színű cellákba írhatunk. Beírjuk a szükséges térfogatára, igényt vagy teljesítményt, és akkor a kis Excelünk kiszámolja nekünk, hogy milyen szerepre van szükség. Itt még egy fontos dolgot kell megadni, ami talán a, a, az egyedüli újdonság ebbe a, az előzőhöz képest, ebbe a kiválasztóban, hogy mennyi a szabályzott kör nyomáskülönbség igénye, és hogy mekkora a rendelkezésre álló nyomáskülönbség. Ez egy jó kérdés, mondhatnánk, ugyanis a, a, szabályzott kör delta P igényét még viszonylag könnyű meghatározni, hiszen itt a rajzon is van egy kis magyarázó ábra, hogy a szabályzott hurokban mi tartalmaz, tegyük fel, hogy van egy felületfűtési rendszerünk, vagy, vagy radiátoros fűtésünk, legyen mondjuk egy manapság gyakran tervezett fűtési rendszer, valamilyen mennyezeti rendszer, mondjuk ezek a panelek, amit ugye a betonozáskor helyeznek el, ezek vékonyabb kereszt vagy kisebb keresztmetszetű csővezetékekből állnak, ezért viszonylag nagyobb egy padlófűtéshez képest a nyomáskülönbség igénye, úgyhogy úgy vegyük figyelembe, hogy, hogy van nekünk mondjuk egy panel, egy viszonylag hosszabb bekötőcsővel, illetve csatlakozunk egy osztógyűjtőhöz, abban a szelep található, úgyhogy tételezzük föl, hogy ennek a körnek az ellenállása 35 kPa. Egyébként a, a rendszer szállító cégek ezeket meg szokták méretezni, és megadják nekünk, úgyhogy érdemes erre figyelni rendelkezésre álló delta P, az pedig nyilván ugye nekünk kell meghatározni. A vagy a nyomáskülönbség szabályzó szelep szempontjából általános szabályként elmondható itt a Danfoss szelepek kiválasztásánál, hogy mindegy, hogy ez most egy pici félcoros szelep, vagy, vagy akár egy DN100, vagy annál is nagyobb nyomáskülönbség szabályzó, általános szabályként elmondható, hogy 10 kilopaszkál úgynevezett ható nyomáskülönbség kell, Nekik, hogy ez megfelelően működjön. Tehát a szabályzott kör nyomáskülönbség igényére még rá kell tennünk 10 kilopaszkát, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy a partnerszelep, a statikus szerepnek is van egy minimális nyomáskülönbség igénye a mérhetőség miatt. Azt mondjuk általában és 2,5-3 kilopaszkát. Úgyhogy ezzel az értékkel kell növelnünk a rendelkezésre, vagy a szabályzott kör igényét, tehát mondjuk azt, hogy 50 kPa áll rendelkezésre, mint minimum nyomáskülönbségigény. igény. Ha ezt meghatároztuk, akkor kiadódik a javasolt szerepméret, illetve itt kapunk is egy utalást arra, hogy mi az a minimális nyomáskülönbség igény az alkalmazásunkban, amit, amit biztosítani kell a szelepek előtt, ez a narancsárgával jelölt érték. Ez kiszámolta nekünk az adott szelep méret függvényében, tehát látszik, hogy ez az 50 kPa-tól egy picit lejjebb tudunk jönni, hogyha ez a 40 kPa rendelkezésre áll, akkor ez a szelep már jól fog működni. Itt szintén vannak funkciók a munkalap oldalán, ami arra utal, hogy ezek a partner szerepek, pontosabban az impulzus cső csatlakoztatás módja hogy történik. Nem minden esetben van szükség partner szerepre, hiszen, hogyha az előbb említett példa a felületfűtési rendszerünknél olyan osztógyűjtő rendszert alkalmazunk, amiben szelepek előbeállítással rendelkező szelepek találhatóak, akkor igazából körönként el tudjuk végezni a, a beállítást, akkor nincs is szükség arra, hogy, hogy valamiféle partner szerepen még további folytást eszközöljünk, akkor egyszerűen szelep nélkül funkciót kell választani. Ilyenkor az impulzuscső csatlakoztatásához adunk egy kis menetes csatlakozót, amit akár egy T-domba, vagy bármilyen módon a csőhálózatba csatlakoztatva ezt az impulzus csövet be tudjuk vezetni a rendszerbe, a szelepbe, belsébe. Természetesen elegánsabb megoldás, hogyha valami szeleppárt használunk. Olcsóbb, egyszerűbb megoldás a az ASVM jelű szerepek alkalmazása. Itt igazából egy elzáró és impulzus csőcsatlakoztatást valósítunk meg, vagy akár az MSVS gömcsapunkat is használhatjuk erre a célra. Ha pedig szeretnénk térfogatáram korlátozást is kérni, vagy mérősi pontot akarunk kialakítani a lakások előtt, vagy a felszálló aljában, akkor pedig valamelyik ASV, BD vagy I jelű szerepet kell alkalmaznunk. Hogy mi a különbség a szelep térfogatáram korlátozás nélkül, vagy térfogatáram korlátozás funkciójában? Ez röviden úgy tudnám elmondani, hogy az impulzus csövet, amikor csatlakoztatjuk, a partner szelepen be tudjuk állítani, hogy a statikus elem, az a szabályzott nyomáskülönbség szabályzott körön belül vagy kívül helyezkedjen el. Magyarán mondva az itt keletkező ellenállás az a szabályzott körbe tartozzon bele, vagy azon kívül legyen. Ez a szelepbeállítására lesz hatással, úgyhogy ennyit jelent ez a kettő különbség a szelepválasztása során. Ezt szépen megtettük, mindent kiválasztottunk, akkor sorba írhatjuk be a szükséges vízmennyiségeket, és az előzőben mutatott módon a az összesítő oldalon, vagy a nyomtatási nézetben megkapjuk az összesített eredményeket, típus rendelési szám megadásával, illetve egy összefoglaló táblázatban, amit oda tudunk adni a kivitelezőknek, vagy a beszabályzost végző cégnek, és ez alapján el tudja végezni a beállításokat. A harmadik ilyen kiválasztunk, amilyen gyors, egyszerű megoldást kínál a szerepek megválasztására, ez a statikus és rangszabályzó kiválasztó programunk. Teljesen ugyanolyan, mint amit az első két példában láttunk, ugyanígy épül fel, sárga mezőkbe beírjuk a szükséges adatokat, vagy vízmennyiséget, vagy, vagy teljesítményt, és már ki is választja nekünk a szükséges szelepet. A statikus szelep, ugye a változott érfogatáramú rendszereknél igazából kontroll célokra használható, ezért a, a mérés, a megfelelő pontosságú méréshez, ez a minimum 3 kPa nyomáskülönbség szükséges, hogy én ezt szoktam itt megadni, mint szelepre nyújtó nyomáskülönbség, és ez alapján történik meg a szelep kiválasztása. És a beállítási érték megadása. Ugyanígy elérhető a nyomtatási nézet, ahol összefoglalja nekünk a, a kis program, hogy mik, milyen szerepeket választottunk ki. Ha tovább mehetünk a motoros szabályzó szerep kiválasztására, akkor gyorsan azt is megmutatnám. Mindenki számára ismerős a nézet, ugye ez is hasonló környezetben működik, mint az előző három kiválasztó program. Annyi pluszal, hogy ugye itt a szelep kialakítása függvényében lehetőség van két utó szelep alkalmazására, illetve menetes, ez a VRB-VRG sorozat, vagy karimás VF sorozatú szelep választására. Ezt előre el kell döntenünk ahhoz, hogy a megfelelő adatbázisból válogasson ez a kis program. A VRG és a VRB sorozat között az a különbség, hogy milyen anyagból készül a szeleptest, az öntvényház. A G sorozatú szelepek szürköntvényből, a B sorozatú VRB sorozatú szerepek pedig bronzházas kivitelűek. A VF sorozat az a karimás kivitel, az elérhető, ha jól emlékszem, a DN15-ös mérettől DN400-as méretig, ez mind végig szürköntvényháza készül. Oké, okay. a, kiválasztottuk a, a kialakítást, akkor, akkor mehet a, a méretezés. Itt nem mondom el újra, de ugye itt látszik, hogy milyen előválasztási lehetőségünk vannak. Lehetőség van... Szintén teljesítmény vagy vízmennyiség alapján választani. Nincs más dolgunk, mint a megfelelő értéket beírni, és a program által számolt értékeket átvenni. Itt megint egy picit gondolkodnunk kell a nyomáskülönbség értékekben. Ehhez nyújt segítséget ez a kis piktogram itt a cellák fölött, ugyanis meg kell adnunk, hogy mekkora nyomáskülönbség áll rendelkezésre illetve a szabályzó szerepen mekkora nyomáskülönbséget akarunk ejteni a működéshez megfelelően. Ha ezeket szépen beírtuk, akkor lefut a méretezés is, kiválasztja nekünk a megfelelő szelepet. Ha jobbra megyünk, akkor látjuk a motor csatlakoztatható motoroknak a a egyes kiválasztási pontjait, illetve ár információkat is találunk. A motorok kiválasztásánál az előbb elmondottakhoz hasonlóan ugyanígy lehetőség van három pont, vagy analóg mozgató választására, illetve biztonsági funkciók, akár nyitó, akár záró irányú pozícióváltásra. És ugyanígy a nyomtatási nézetben összesíti nekünk a kiválasztást ez a kis program. Megnézzük, hogy maradt-e még valami hátra. Igazából, hogyha az elhangzott vagy bemutatott kis kiválasztási alkalmazások bármelyiket tetszett, vagy úgy gondolják, hogy segítségükre lehet a Napi munka során, akkor kérem, keressenek meg minket egy ilyen igényléssel, és akkor ezt mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni. A mai anyag az ennyi lett volna, bízom benne, hogy érdekes volt és hasznosnak találták.